Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. A több mint másfél hónapos téli szünet után holnap ismét összeül a parlament. A fő téma a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló törvényjavaslat lesz. A képviselők azonban csak akkor szavazhatnak február utolsó hetében a rendkívüli felhatalmazásról, ha 4/5-ös többséget kap a házszabálytól eltérés. Amennyiben ez nem lesz meg, akkor csak március közepén fogadhatják el azt a törvényt, amely felhatalmazza a kormányt, hogy meghosszabbítsa a vészhelyzettel összefüggő rendeletei hatáját. A kabinet ezt saját hatáskörben csak 15 napra teheti meg. Kövér László házelnök már javasolta, hogy térjenek el a házszabálytól. A jövő héten indul az online konzultáció az élet újraindításáról. A kormány szóvivő közölte, a kormány döntött az ehhez szükséges forrás biztosításáról és a technikai lebonyolításról. Szentkirályi Alexandra azt is elmondta, a kérdőíveket a már ismert vakcinainfo.gov.hu felületen lehet majd kitölteni. A szocialisták szerint azonban a konzultációt nem azon a portálon kellene folytatni. Harangozó Tamás frakcióvezető helyettes kifejtette, az a felület elsősorban a tájékoztatást segíti, és nem a Fidesz politikai érdekeinek kihasználását. A miniszterelnök szerint egyelőre nincs szükség újabb járványügyi szigorításokra, annak ellenére sem, hogy az utóbbi napokban Európa szerte megfordultak a kedvező tendenciák. Orbán Viktor azt mondta, a jól megszervezett oltással lehet annyit javítani a helyzeten, amennyi ellensúlyozza a rossz hatásokat. Úgy vélte, húsvétig a lakosság negyedét be lehet oltani. A cél az, hogy annyi ember kapja meg a vakcinát, hogy ne legyen szükség a korlátozásokra. Orbán Viktor közölte, azért volt szükség orosz és kínai vakcina beszerzésére is, mert időt kellett nyerni. A nyugati oltóanyagok ugyanis nem érkeznek időben és kellő számban. Magyarországon eddig már több mint 300 000 embert oltottak be a koronavírus ellen. A miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel együtt azt is közölte, hogy a védettséget igazoló okmányhoz jut mindenki, aki megkapta a második oltást is. Ugyancsak kiállítják ezt a dokumentumot azoknak, akik felgyógyultak a fertőzésből. Gulyás Gergely arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy az igazolvány milyen előnyökkel jár. Mint mondta, azt remélik, hogy az új okmány megkönnyíti majd a járvány utáni nyitást, amelyet szerinte szakaszosan lehet majd megtenni. A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint együtt kell élni azzal, hogy a koronavírus folyamatosan változik, ezért újabb és újabb variánsok jelennek meg. Szlávik János elmondta, az új változatok gyorsabban terjedhetnek és akár más tüneteket is okozhatnak. Jelezte azonban, hogy a védőoltások hatásosak a Nagy-Britanniából származó mutáció ellen is, és megakadályozzák a súlyos betegség kialakulását. Ezért fontos, hogy mindenki megkapja a vakcinát, emlékeztetett a főorvos. Budapesten megkezdte munkáját az a vizsgálóbizottság, amelyet az ellenzéki pártszövetség alakított, hogy megnézze a koronavírus járvány kormányzati kezelését. Mint közölték, kiemelten foglalkoznak majd a járványügyi, gazdaságvédelmi és a vakcinák beszerzésével összefüggő döntésekkel. Ellenőrzik, hogy az intézkedések valóban a magyar társadalom érdekét szolgálták-e, illetve milyen tanulságok vonhatók le belőlük. A testület létrehozásáról a múlt héten határoztak, miután a fideszes képviselők távolléte miatt meghiúsult a parlament rendkívüli ülése. A havi nyugdíjjal együtt már megkapták a plusz egy heti összeget azok a nyugdíjasok, akiknek számlára érkezik a pénzük. A családokért felelős tárconélküli miniszter felidézte, hogy a kormány a gazdasági újraindítási akcióterv részeként döntött a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítéséről. Novák Katalin közölte azt is, hogy az átlag nyugdíj esetén ez az összeg az idén 37.650 forint.
a szocialisták szerint viszont minden nyugdíjasnak ennyit kellene kapnia. Mindegy félmillió embernek viszont kevesebb az ellátása, mint az átlag nyugdíj. Ők havonta 100 000 forintnál kisebb összegből próbálnak megélni. Holnaptól csak interneten lehet hallgatni a Klubrádiót. Lejárt ugyanis a 92.9-es frekvenciára szóló engedélyük, és a bíróság elutasította azt a kérésüket, hogy ideiglenesen tovább sugározhassanak ott. Az Európai Parlament már jelezte, hogy a márciusi plenáris ülésén megvitatja ezt az ügyet, valamint a lengyel média helyzetét is. Az Európai Bizottság egyik szóvivője szerint a Klubrádió esete súlyosbítja a magyarországi médiaszabadsággal és pluralizmussal kapcsolatos brüsszeli aggodalmakat. Gulyás Gergely azt mondta, a kormánynak nincs köze az ügyhöz. A kancellária miniszter úgy fogalmazott, minden ilyen ügy lehetőséget nyújt a Magyarországgal szembeni lejáratásra és hisztériakeltésre. A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a jövő héten akar egyeztetni a megyei jogú városok polgármestereivel az iparűzési adó kompenzációjáról. A kormány már korábban kilátásba helyezte, hogy konzultálnak a 25 000-nél népesebb városok vezetőivel. Eddig azonban semmi sem történt. A héten több városvezető jelezte, amíg nem kapnak kompenzációt, addig nem tudják elkészíteni az idei költségvetésüket, amelynek határideje egyébként holnap jár le. A fideszes vezetésű városoknak a kormány karácsony előtt már juttatott némi pluszpénzt. Holnapig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra, hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. A köznevelésért felelős államtitkár ezzel egy időben megerősítette, hogy az idén a hagyományos módon írásbelivel és utána szóbelivel zajlik majd a matura. Maruzsa Zoltán nagyra értékelte, hogy a járvány idején megtartott eddigi vizsgákon sehol sem alakult ki fertőzési gócfont, miután a szabályokat szigorúan betartották. Arról is beszélt, hogy január eleje óta arra kérik az intézményeket, a közismereti tárgyakból szervezzenek az érettségire felkészítő személyes konzultációkat. Németországban ugye némileg javult a járványügyi helyzet, mégis majdnem egy hónapig meghosszabbították a korlátozásokat. Angela Merkel kancellár szerint a következő hetekben minél alacsonyabbra akarják csökkenteni az új esetek számát, mert félő, hogy a mutációk átveszik az uralmat. Mindezt a szövetségi és a tartományi kormányok vezetőinek megbeszélése után mondta el, ahol egyetértés volt a szigorú rendszabályok fenntartásáról. Megállapodtak, hogy a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszerének újraindításáról a tartományi kormányok saját belátásuk szerint dönthetnek. Franciaországban február végéig 3,5-4 millió állampolgárt oltanak be. Az egészségügyi miniszter szerint jól döntöttek, hogy nem hirdettek általános karantént. Olivier Véran azonban arra is figyelmeztetett, hogy még érvényes a majdnem egy éve bevezetett egészségügyi rendkívüli állapot. Így például délután 6 órától kijárási tilalom van, és korlátozták a gyülekezést. A nemzetgyűlés közben már megkezdte a vitát arról, hogy ezt a helyzetet egészen június 1-jéig meghosszabbítanák. Olaszországban további 3 hétre ismét vörös zóna, vagyis karantén alá helyezett terület lesz, az északi Alto Adige tartomány. Ott ugyanis nagyon rosszak a járványmutatók, amelyek az ország többi részén már javultak. Holnapra tervezik a sípályák újranyitását, egyelőre az alacsonyan járványveszélyes övezetekben. Közben történetében először interneten zajlik a verencei karnevál. Koncerteket, előadásokat a kaszinóból közvetítenek, és internetes lesz a legszebb jelmezért folytatott verseny is. Washingtonban arra számítanak, hogy már holnap lezárulhat a volt elnök elleni alkotmányos vádeljárás. Ez azt jelenteni, hogy alig egy hétig tartott a vizsgálat, amely így az impeachment történetében a leggyorsabb volt. Donald Trumpot azzal vádolják, hogy beszédei és Twitter bejegyzései miatt ostromolták meg hívei a washingtoni kapitóliumot január elején.
Az egyik tárgyaláson megrázó felvételeket mutattak be arról, hogyan kellett több ismert politikust, köztük Mike Pence volt alelnököt is kimenekíteni a zavargás közben. Több republikánus szenátor és a volt elnök védői azonban úgy vélték, semmi újat nem mutattak ezek a képek. Koszovóban ma előrehozott parlamenti választást tartanak. Ezen 28 párt, illetve koalíció több mint 1000 jelöltje indul. A választási bizottság viszont 47 jelöltnek megtiltotta a részvételt, miután az utóbbi 3 évben a bíróság bűnösnek találta őket. Köztük van egy volt miniszterelnök, Albin Kurti is. A politikus 2015-ben több alkalommal is könnygázgránátot robbantotta a parlament épületében. Ezzel igyekezett megakadályozni, hogy hatályba lépjen egy Montenegróval kötött határegyezmény. A választást azért kell idő előtt megtartani, mert az Alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánította a koszovói kormány tavaly júniusi megalakulását. Ami pedig a hazai időjárást illeti, változatlanul derül, de hideg idő lesz. Napközben több órára kisüt a nap, de főleg a keleti ország részben erősebben felhős körzetek is lehetnek. Havazás csak elszórtan lehet. Sokfelé megérénkül a szél. A hőmérséklet napközben mínusz 5 és plusz 3 fok között alakul, este viszont mínusz 12 és mínusz 5 fok között lesz. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a braerpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!